nagy szeretettel köszöntök Tóth Krisztina, ahonnan látni az Eget című új könyvének a bemutatóján, én Szűcs Péter vagyok, és annyi a lépés előnye az itt jelenlévőköz képest, hogy már olvastam ezt a könyvet, és még a kéziratot. Fantasztikus könyv, szerintem nagyon sokaknak lesz ugyanúgy kedvence, mint ahogyan a pár tucpompa, vagy a vonalkód, ezért is nagy esemény, hogy most itt vagyunk együtt és bemutatjuk. Krisztina, nagy szeretettel köszöntelek itt a közönséggel együtt a könyvemutatón. Az egész életművel itt van, ezt egyébként meg is lehet majd vásárolni, és dedikálásba fog torgalni ez a könyvemutató. 25 novella tárca van ebben a könyvben, 5 év termése. És aki ismeri a te könyveidet, köteteidet, az tudja, hogy mindennek óriási jelentősége van. 25 történet van ebben a könyvben. Miért éppen 25? Mit jelent ez a 25-ös szám? Hát most már egy ideje a három... Most már egy ideje. Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök én is mindenkit. És köszönöm, hogy ilyen bonyolult közlekedési helyzetben is ide értek, mert össze-vissza járnak a buszok, még a tegnapi események hatása alatt van a város. Úgyhogy köszönöm, hogy itt vannak időben. Tehát az utóbbi évek válogatásánál az 5-ös szám köré szerveződtek a könyvválogatások, úgyhogy adódott, hogy itt is 25-ben a szám. Nagyon fontos egy könyv olvasása közben, hogy mi után mi következik. Én akkor, amikor ezt a könyvet olvastam, volt olyan, hogy sírtam, volt olyan, hogy hangosan nevettem, és olyan is volt, hogy hát nem becsuktam, mert én nem a könyvet olvastam, hanem a kéziratot, de azt éreztem, hogy kell még sok-sok idő, hogy a történettel és a gondolataimmal legyek. Akkor, amikor összeáll egy új novellás kötet, akkor hogyan dől el az, hogy miután mi következik? Ugye vannak drámai történetek, vannak megrázó történetek, vannak felrázó történetek, és vannak olyan történetek, ebből fogunk is mutatni az itt jelenlévőknek, amikor az ember hangosan kacag. Tehát, hogyha mondjuk tömegközlekedési eszközön olvassa, akkor fölfigyelhetnek rá, mert hangosan hasát fogja a nevetébe. Tehát, hogy hogyan állt össze a sor? Ez mindig egy bonyolult dolog egy válogatásnál, hogy mi kerül bele egy könyvbe, és mi marad ki. Elég sok minden összegyűlt az utóbbi évben, tehát lehet, hogy utóbbi 5 évben, már megint az 5-ös. Elég sok minden összegyűlt az utóbbi 5 évben, és lehetett volna egy nagyon súlyos könyvet is összerakni, és külön egy másik kötetben összegyűjteni a kicsit könnyebb darabokat. És ez egy kérdés volt, hogy hogyan szerkesszem össze, és aztán beleraktam egy-két könnyebb darabot is, aztán amikor elkészült, akkor egy picit elbizonytalanodtam, és Dávid Annával beszélgettünk, hogy vajon van-e helye a súlyosabb történetek között a könnyebb daraboknak. Én mindig úgy fogok föl egy ilyen válogatást, mint egy kiállítási teret, ahova belép az ember, és amikor belép, akkor rögtön szembesül egy képpel, ahogy belép, ami megadja az alap hangulatot, elindul valamerre, és különböző benyomások érik. Tehát vannak hangsúlyos darabok, közben vannak talán kevésbé hangsúlyos, de mondjuk a művek szempontjából szintén fontos darabok. És Anna azt mondta, hogy hasonlóan a korábbi Párduc Pompa című válogatáshoz, itt is lehet helye szerinte azoknak a talán alkalmi könnyedebb daraboknak is, amelyek végül benne maradtak, mert hogy egy kicsit oldják azt a feszültséget, ami mondjuk a nehezebb daraboknál keletkezik. Én egyébként, most ezt bevallom neked, teljesen telítődtem azzal, hogy állandóan azt hallom olvasóktól, hogy miért írok ilyen nyomasztó darabokat, hát ő majdnem öngyilkos lett, amikor így olvasta, amikor a majom szemét olvasta, ő hetekig depressziós volt, és állandóan az a benyomásom, hogy egy
vigasztalni kéne az olvasót, és egy kicsit szabadkoznom, hogy hát én ilyen szörnyűségekkel írok. Ezeket megírják neked, vagy... Mondják is, nem csak megírják, mondják is, tehát odajönnek, és elmondják, hogy ez milyen borzasztó volt, hogy őt mennyire megviseltem, és egyszerűen úgy érzem, hogy én már nem szeretnék szabadkozni ez ügyben, és továbbiakban sem tudok semmi jót ígérni. Mivel nézem, tehát azokon sem fogják halálra rörögni magukat, de közben az ember személyiségének többféle oldala van, és esetleg egy ilyen könyvben, ami alkalmi darabokat is bemutat, helye van annak, hogy felvillanjon ez a másik énje is. Úgyhogy itt a hideg vízből meleg vízbe elve érvényesült, és remélem, hogy mindenki talál majd olyan darabot benne, ahol fölélegezhet a nehezebb történetek közben. A kiállítást olyan szempontból is mondtam analógiaként, hogy szerintem borzasztó fontos egy könyvnél a szerkezet. Tehát, hogy mi az, ami rémen egymásra, mi az, ami középen van, mi van az elején, mi van a végén. Tehát ugyanúgy, ahogy egy kiállításnál fontos mondjuk a nyitódarab, és az, hogy mivel köszönök el a látogatótól, itt is borzasztó fontos az, hogy mi az áródarab. Ezek adják egy könyvnek a pilléreit. Én egyébként nagyon tradicionális módon szerkeztek, mert én nem tudom megítélni egy könyv szerkezetét csak képernyőn, tehát én kiszoktam nyomtatni, és a földön rendezgettem, mert akkor látom magam előtt, hogy ez valójában hogy fog kinézni. És mondom, igyekeztem egy olyan szerkezetet csinálni, ahol mindenfajta hang felvillan. Fel fogsz olvasni egy történetet a könyvből, még én sem tudom, hogy melyiket, mert... Én tudom. Nem tudom, hogy elődötted, de már, mert beszélgettünk arról, hogy melyik legyen az a történet, amivel elindítjuk most ezt a könyvemutatót. Én is kíváncsi vagyok, hogy melyik lett abból a kettőből, amihez közel mentünk. Hát most kérdezzük meg akkor az olvasót, hogy vitámmal, mert szomorúval kérdezzük. Aki szeretne nevetni, azt tartsa fel a kezét. Én ezt többségnek... Én is. Ezt eldöntöttük. Ez egyébként szerintem ez egy ilyen erős többség volt. Akkor ott is van nyitva. Akkor a Vízi Bob című történettel kezdem én. Biztos sokan vannak itt olyanok, akik még ismerték a Vízipók csodabók rajzfilm sorozatból, ez egy referencia. Gyerekkoromban nevettem a nagyin, aki folyton a szemüvegét keresgéli. Viccesnek találtam, ahogy bosszankodva jön megy a lakásban, és dobogva emelgeti a széthányt újságokat, hát ha alattuk rejtőzik az a fránya szemüveg. Én otthon pedáns rendet tartok, minden tárnak megvan a helye. Kivéve a szemüvegnek. A szemüveg így egyes számban nem ismeri a valóságot. Többes számban kell beszélnem a mindenütt felbukkanó ilyen-olyan okulárékról. Van egy az olvasáshoz, van egy távollátó, továbbá van egy tartalék az olvasáshoz, és számtalan újkáló, időnként előkerülő, korábban tartaléknak, aztán eltűnt megnyilvánított egyéb szemüveg. Szemészek, optikusok most ne olvassam. Rossz magban és DM-ben vásárolt szemüvegeim is vannak. Igen. Ezeket akkor szoktam bevetni, amikor felolvasás előtt döbbenek rá, hogy a rendes szemüvegemet valahol ott felejtettem. Egy bolt polcán, amikor az árucímkét próbáltam kisilabizálni. Egy megbeszélésen az asztalon. Barátok autójában. Vonaton, piacon. Volt már olyan író-olvasó találkozó, amikor nyitásképpen a közönségnek szegeztem a kérdést, hogy van-e valakinél egy kettes olvasó szemüveg. Volt szerencsére, az olvasókban valóban lehet bízni. Azt a jelenséget, amikor az ember felrohangál a szobában és keresgél, miközben a homlokára tolva ott van egy, olykor két szemüveg is, náluk a családban vízipókozásnak hívják. Vízipók vagy, vigyorog rám a lányom, és olyankor a homlokomhoz kapok.
tényleg egy csodabók vagyok, mert hiába tartok szemüveget a WC-ben, a fürdőben és a teraszon is, van, hogy egyiket se találjuk. A múltkor filmnézéshez kellett volna, de nem akartam kutakodással húzni az időt, úgyhogy szemüveg nélkül telepettem a gyerekem mellé a kanapéra. Ilyenkor, ha már muszáj valamit rágcsálni, répát vagy almát szoktam felszeletelni. A gyerek elmélyülten eszegetni kezdi a répát, belefeledkezik a filmbe, és időnként apró narancssárga darabokat hullat az ölébe. Az anyák úgy takarítanak, hogy felcsipegetik a lehulló morzsákat. Ehhez azért ajánlatos szemüveget venni. Minden lehulló kis répa törmelékre lecsaptam, míg nem egy váratlan pillanatban a lányom döbbenten felnézett és leállította a filmet. Te meg mit csinálsz, anya? Kiderült, hogy vaks igyekezetemben kikaptam a billentyűzet közepéről az apró narancssárga műanyag pöcköt, és lenyeltem. A fél homályban azt hittem, hogy az is egy darab sárga répa. A billentyűket is meg fogod enni, érdeklődött kajánul a gyermek. Másnap, hétfő délelőtt, miután ő elment az iskolába, fogtam a laptopomat és levittem a közeli szervizbe. Megnyugtattak, hogy a kis műanyag pöcök pótolható, rögvesnek is rendelték nekem. Kiderült, hogy crackpoint guminak hívják. Amikor kitöltötték a munkalapot, mondtam a fiatalembernek, hogy volna még egy kérdésem. Meg tudnák nekem pontosan mondani, ha jöttem közelebb, hogy pontosan miből van egy ilyen kis crackpoint gumi. Szeretném tudni, hogy miből készül. Szerintem gumiból, de miért érdekes ez? Hát, válaszoltam könnyedén, csak azért, mert a hétvégén véletlenül megettem. Fiatal ember felemelt a tekintetét a munkalapról. Láttam rajta, hogy igyekszik elképzelni heves képelési szokásait. Egyébként karcizma se rándult, csak bólított, mint egy táplálkozási zavarokhoz szokott gyakorló pszichiáter, akinek nem igen tudnak újat mondani. Megmutatott, hogy másnapra már fogok is új pöcök gumit kapni a tasztatúrára. Hiába egy ilyen szervizben sokféle ember megfordul, nyilván láttuk már cifrábat is. A munkalapot alá kellett volna írnom, de hiába kotoráztam, sehol nem találtam a szemüvegemet. Szerinted figyelmeztetett, hogy ott van a homlokomon. Aha, köszönöm. Vízipók vagyok, gondoltam, de szerencsére nem mondtam ki. Éppen elég volt az napra a pöcök, és emlékezni fog rám. Említettél olvasói visszajelzéseket, olyan volt már, hogy akár egy dedikálásnál valaki azt mondta, hogy köszönöm, hogy megnevettettél? Majd most lehet. Egyébként tényleg megetted? Tehát, hogy akkor, amikor... Mert akkor nem szoktam ilyen referenciális dolgokat írni, de itt ez tényleg megtört. Amikor az olvasó olvassa az Ahonnan látni az Eget című könyv történeteit, akkor először mindig a te hangodat hallja, a te hangodon szólalnak meg ezek a történetek, és aztán elindulnak valamilyen olyan irányba, amikor az olvasó látja, érzi, hogy ez most nem Tóth Krisztina, hanem valaki egészen más. Meglepőek, talányosak, furcsák, szokatlanok, izgalmasak ezek a történetek. És arra vagyok kíváncsi, mielőtt én is felolvasom azt a történetet, amit az én hangomon fog megszólalni. Ezt egyeztettük, hogy ez egy férfi hangon fog jól szólni, talán ez ma este, hogy hogyan találnak rád azok a történetek, amelyek nem rólad szólnak. Hát először is nem vezetek autót, hanem tömegközlekedem, és a buszokon, villamosokon rengeteg történetet lehet hallani. Ezeket a mondatokat, beszélgetés töredékeket aztán tovább szoktam gondolni és kiegészítem, de ezek mindig nagyon értékes mozaik kockák, tehát hogy annyira jellegzetes egy-egy hanghordozás, egy-egy mondat. Tegnap előtt például a Liputi Pékségben álltam sorba, és két
Mondtam neked, azért nevetsz. Két cigány asszony üldögélt és kávézt a Kalipóti pékségben, és sorbálás közben azt hallottam, hogy hát annyira oda volt azért a Vanessaért, mint pakolta magára a hugóhózt. És azt gondoltam, hogy ez egy történet. Tehát, hogy szegény fiú pakolta magára a hugóhózt, de Vanessa mégis megmondott, ebből a rövid párbeszédből. És hogy ezek tulajdonképpen mind ilyen tömörített sztorik, ezek az elhallott mondatok, tehát semmi más nem kell csinálni, csak kiegészíteni a képet és hozzájárulni a történetet. És ezek természetesen nem az én hangomon szólnak, és ilyenkor megpróbálom megalkotni azt a szereplőt, aki beszél, tehát elképzelni, hogy ki az, aki itt megjelenik. Mi dönti el, hogy valamelyik hallott mondatból történet lesz, és az a történet bekerül egy könyvbe? Leírod, és elkezd benne dolgozni, vagy nagyon sokáig megmarad, vagy egyszer csak egy váratlan pillanatban előjön, és történet lesz belőle. Tehát lehet-e tudni akkor, amikor meghallod mondjuk akár ezt a Hugo Bossos történetet, hogy ebből lesz egy novella? Általában van egy szívdobbanás, ami azt jelzi, hogy itt a sztori. A Bárhúc pontvában is van egy történet, amit akkor írtam, amikor egyszer egy bevásárló központban egy csapat Gábor cigány vásárolt, és a Desigual boltban fölvásárolták a táskákat. És csak azért mentem utánuk, mert éreztem, hogy itt történet van. Tehát mentél utánuk és hallgatóztál, akartad a mondataikat? Igen. Tehát, hogy ilyenkor beindul az emberben a kíváncsiság. Tehát éreztem, hogy itt valami szokatlan történik, és ezért imádok például vonatozni és beszélgetni emberekkel, mert csodálatos történetekre lehet lelni. Ráadásul vonaton vagy hosszabb buszutakon az emberek teljesen tét nélkül elkezdenek az életükről beszélni, mert úgy érzik, hogy egy ismeretlennek könnyebb elmondani ezeket a történeteket, és valahogy megnyílnak, hogyha látják a valódi érdeklődést, már pedig bennem egy vámpír kíváncsisága villog, tehát hogyha látják a valódi érdeklődést, akkor elkezdenek mesélni, és hát egészen elképesztő sztorikra lehet találni. Ezek az emberek tudják azt, hogy te írással foglalkozol, vagy egymás mellé kerültök buszon, vonaton? Nem, egymás mellé kerülünk, és engem tényleg érdekel, tehát azt gondolom, hogy a kicsi történetekben vannak ott a nagy történetek. Tehát ugye a kicsi történetekben egészen komoly sorsok mutatkoznak meg. Tehát a semmiből egyszer csak kibontakozik egy teljes élet ezekből a töredékekből. És még az az érdekes, azt kérdezted, hogy mitől válik megírásra érdemes egy töredék. Attól válik megírásra érdemes, hogy egy teljes sorsot tükröz. Tehát nem csak azt, hogy vele mi történt éppen, hanem az egész élete benne van abban a pici töredékben. Minden reménye, boldogtalansága, vágyai, tehát tükröződik abban a pici sztoriban. És ez borzasztó érdekes szerintem. Olyan előfordul már, hogy valakihez eljutott a saját története? Mert volt, és azon nagyon meg is lepődtem, és borzasztóan meg is hatoltam. Éppen a már emlegetett Bárhúc pompa című kötetben van egy Mikulás Apka című történet. Ez is egy talált sztori volt, szintén egy bevásárló központban, karácsonyi forgatagban keresgéltem valamit, és láttam egy fiút, aki egy másik fiút tolt kerekesszékben. És ilyenkor az ember elkezd gondolkozni, hogy ki-e az a másik fiú a gyereknek, aki a kerekesszékben ül. És arra jutottam, hogy az apja semmiképpen nem lehet, mert az túl fiatal. Aztán, amikor beszálltam velük a bevásárló központ liftjébe, és megfordultak, akkor
teljesen világossá vált, hogy ezek ikertestvérek. Tehát, hogy a saját ikertestvérét tolja a kerekesszékben, és hirtelen ott volt a történet. Két nagyon hasonló arc, de az egyik harmonikus, a másik pedig a betegségtől eltorzult arc, de nyilvánvalóan ugyanaz az arc. És akkor ezt megírtam, ezt a történetet, és aztán jöttek dedikáltatni. És kérdeztem a nevet, és akkor a fiú, aki tolta a kerekesszéket, mondta, hogy nem neki kell, hanem neki lesz, és a testvérére mutatott. És ez egész csodálatos pillanat volt. Egy újabb történetet fogunk hallani a könyvből. Fényharcos, ez a címe. Soha nem voltam még ilyen helyen. Azt se tudom, hogy ide nem csak nők járnak-e. Vajon beengednek engem is? Megnéztem a telefonomon, hol található a hozzánk legközelebbi szolárium. Itt lent, a tér sarkán rögtön van egy, az erkélyükről látszik is a kozmetika felirat. De oda nem akarok lemenni, mert tudom, hogy anyukám oda jár az arcát masszíroztatni, és ha felismer valaki, akkor magyarázkodnom kell. A következő két busz megállóra esik tőlünk, az már biztonságosabbnak látszik. Holnap, péntek este találkozom vele, és nem akarom, hogy ilyen sápadnak lásson. Hófehér bőröm van, ráadásul szeplős. A srác, akivel randizunk, tetőtől talpig le van sülve. Már áprilisban ilyen barna volt. Evezni jár a Dunára. 22 éves, 4 idősebb nálam, és egy fejjel magasabb. Én is le akarok sülni. El akarom végre veszteni a szüzességemet. Belépek, jelzi az ajtócsengő, hogy jött valaki. Sötét van, csak a neonnal világított plakátok világítanak a kakaószínű falakon. Mindegyiken barna csajok, felpompált szájjal és mellekkel. A pult mögött egy ugyanilyen kis csaj áll. Az orrában piercing, a körme hosszú maradt sárga. Kérdezi, van-e mérletem? Nincs, válaszolom, mire visszakérdez, hogy melyik gépbe akarok menni. Fogalmam sincs. Kiszárad a szám, hevesen dobog a szívem, mintha felgyorsult volna a lüktető technótól. Néz rám hosszan a merev műszempilláival, mint aki mérlegedi, hogy kerül ide ez a kis buzi. Melyik gépbe akarsz menni? Hátul a folyosón mindenféle fénylő űrkabinok sorakoznak. Fogalmam sincs, melyiket kell elválasztanom. Láthatom, hogy nekem mindegy. Álló vagy fekvő? Ezt megint nem tudom eldönteni, úgyhogy csak nézek bizonytalanul, miközben érzem, hogy verejtékezni kezd a hónaljon. Legyen a 4-es, abban nem volt csőcsere. 6 perc elég lesz, le ne égjél. Megkérdezi még, hogy kérek-e krémet. Nem kérek, mert otthonról elhoztam anyukám 50-es napvédőjét. Mindig a lelkemre köti, hogy kenjem magam, főleg a hátamon a két anyajegyet. Az egyik a csípőn között van, a másik a lapockámon. Vajon szabad ide saját krémet behozni? A lány közben átnyújt egy törölközőt, aztán megindul velem a baloldali folyosón és megáll a 4-es kabinnál. Mutatja, hol tudom bekapcsolni a gépet, és hogy az arcbarnítót le is állíthatom, ha úgy érzem, túl meleg. Aztán azt is megmutatja, melyik lóba zárhatom az ajtót. Közben megint megbámul, mint aki mérlegeli, hogy megértette-e, amit mond. A ruhádat ide akaszthatod. Hogy a fogashoz fordul, látom, hogy az egész háta ki van barva. Kilóg a farmerből a feneke vágása. A dereka nagyon vékony. A teletetovált bőr olyan, mint valami bútorhúzat. Végre kimegy. Kibújok a nadrágból és az égből. Az alsóhatját a kis székre teszem. Sovány vagyok. Undorítóan nézek ki ebben a kékes fényben. Bekenem magam, az anyajegyeket külön is, vastagon. Elhelyezkedem a gépben, és magamra húzom a tetejét. A zenét elfelejtem lehalkítani, idegesít a lüktető basszus. Meg fog fájdulni a fejem. Felhagytam a fedelet, kikászálódom, eltekerem a gombot. Végre csend van. Legalább itt bent. Visszamászom,
benyújom a szemem, aztán kinyitom. A világító fehér csövek olyanok, mint a lézerkardok. Kiskoromban imádtam a Star Wars-t. Megszámolom, 3x8, összesen 24 fénykard van fölöttem betárazva. Közben bevillanottan az UV-fény árt a szemnek, úgyhogy becsukom újra, nem számolgatok. Még csak másfél perc telt el, láttam a kijelzőt. A 9. szülinapomra kaptam a nagybátyámtól egy világító lézerkardot. Hangja is volt, pont mint egy igazinak. Megvan még most is. Szerintem működik, csak nincs benne elem. A gardró szekrényben van az előszobában, a görbeszám mellett. Azt sem használom. Volt egy számítógépes játékom is, amelyekben Darth Vadert kellett üldözni mindenféle járművel. Ha eljutott az ember a legutolsó pályáig, ott már a közelharc jött piros és kék lézerkarddal. Amikor már majdnem legyőztem volna, mindig arrébb ugrott és azt kiáltotta: "You can't get me, Jerry!" Megint kinyitom a szemem és felemelem a karomat, hogy ott is legyen egy kis színem. 4,5 percnél tartunk. Lehet, hogy hasra kéne fordulnom. Inkább maradok, hogy az arcom jól esüljön. Kint megszólal az ajtócsengő, jött valaki. Amikor fizettem, láttam, hogy egy másik kabinon is le van zárva az ajtó. Fekszik bent valaki. Jó lenne, ha kifelé nem kellene találkozni senkivel. Kis kripták a folyosó két oldalán fénykoporsókkal. Fura egy hely, van benne valami félelmetes, valami futurisztikus. Olyan szab terjeng a gépektől, mint a suliban a fénymásoló helyiségben. Hangos beszédet hallok kintről. Elképzelem, hogy bejött a műszempillás kiscsaj féltékeny pasia. Biztos nem vette fel a mobilját, ami nem is csodálkor az ajban. Tényleg kiabál kint valaki, de nem tudom kivenni, hogy mit ordít. Óriási csattanást hallok, csörögtől és csikoltozást. Mi a franc történik? Utána csak a zene szól kintről, de érzem, hogy valami gáz van. Ki kellene menni megnézni, mi történt, de nem merek megmozdulni. Fel kellene állni, kiemelni a tárolóval az egyik kék fénykardot és kilépni innen, mint egy igazi férfi. Ehelyett dermedtem, lélegzett visszafolytva fekszem. Bámulom az ümmögő csöveket. Itt biztonságban vagyok. Mozdulni sem merek. Az ajtó csak nem törik rám. Fekszem a fényfedél alatt. Félek. Kivasszanak a csövek. Lejárt a 6 perc. Leáll a gép. Nem mozdulok. Ki kéne mászni ebből a szarkofánból? Fülelek. Remegve óvatosan öltözöm fel, alig tudom begombolni a gatyámat. Minden idegszállammal kintizajokra koncentrálok. Csak az el szól, nem hallatszik semmi emberi hang. Felnyitom az ajtót, kilépek. Már a folyosóról látom a lányhaját. A földön fekszik. Elindulok kifelé, és akkor látom, hogy a pult mögött a kitépet fiókokban matott valaki. Egy fekete pólós alacsony csávó. Hátra pillant. Kirohan. A lány feje körül terjedő vértócsa, a szeme nyitva. A pult mögött mindent feltúrtak. A krémek a földön, a törölköző állván felborult. Hány ingerem van, lüktet a techno. A fekete pólós fut, átugrik a parkoló korlátján. Cikázva rohan a parkoló kocsik között. You can't get me, Jerry. Delhiben az ottani magyar intézmény
ingyenes nyelvtanfolyamokat tart olyanoknak, akik szeretnének nyelvet tanulni, de nincs pénzük rá, hogy hagyományos nyelvtanfolyamokon vegyenek részt. És amikor ott jártam, akkor bemutattak több hallgatónak, aki oda járt magyar nyelvet tanulni. Zárójeles megjegyzés. Kevés olyan büszke pillanat volt, amikor az egyik hallgató, Vikram Singh azt mondta nekem, hogy tanult ő már más kis nyelvet is, nem csak magyar, és kérdeztem tőle, hogy milyen más kis nyelvet tanult, és mondta, hogy például olaszt. Ami egy szubkontinens szemszögéből nézve tényleg hasonló méretű, mint a magyar nyelv. Tehát, hogy ott olyan hallgatókkal találkoztam, akik magyarul tanultak, és az egyik hallgató körbevitt a városban, és mutogatott nekem érdekes helyeket, Delhiben, és az utolsó nap, amikor elköszöntünk, akkor azt mondta, hogy szeretne rám bízni egy történetet. Én nagyon megrendültem, mert ez valami archaikus megközelítése volt az író szerepnek, amivel én ritkán találkozom. Azt mondta, hogy ez az ő története, és én nagyon szeretném, hogyha én ezt megírnám. Éppen a házassága előtt állt, és egy brámini családból származott, és a felesége is hasonló kazból jött, és a családja elrendezte ezt a házasságot, és mondta, hogy amikor élete legnagyobb szerelmével, aki egy fiú volt, szakított a közeledő házassága miatt, akkor olyan fájdalmat élt át, mint soha életében korábban, és hogy mindig emlékezzen erre a pillanatra, a cigaretta csíket elnyomta a kézfején, és ez egy mély sebhelyet csinált a kézfején, és mutatta ezt a sebhelyet, és mondta, hogy ő nekem adja a történetét, csak írjam meg. És én annyira meghatódtam ettől, hogy aztán a Pixelben ő egy szereplő lett, és meg is írtam őt, és akkor gondolkodtam el először ezen tudatosan, hogy ezeknek a történeteknek meg kell szólalniuk. Tehát, hogy ezek a hangok, ezek legyenek ott a hangok sokaságában, és hallják meg az olvasók, hogy ezek a hangok ott vannak. Egy idézet nem a kötetből, de tőled. Vészteres időkben az írástudó munkája ismét fontossá válik. Akkor, amikor az ember meleg szereplőket léptet be friss új könyvébe, akkor ezzel valami mást is mondhat. Nem csak azt, hogy minden szereplő hangot kapjon, vagy minden kisebbségi csoport hangot kapjon, hanem valami fontosat szeretne talán mondani, vagy üzenni. Ez így van. És a pedofil törvény miatt például a Pixel kikerült a választható érettségi tételek közül, és én nagyon meghatódtam, amikor egy kisvárosban meghívtak felolvasni, és jöttek az érettségiző diákok, és mindegyiknek a Pixel volt a hóna alatt. Tehát én úgy éreztem, hogy ez egy állásfoglalás, és nagyon bátrak voltak azok a tanárok, akik elhozták a diákjaikat, én pedig végtelenül hálás voltam ezért a visszajelzésért. Tehát úgy éreztem, hogy akkor mégiscsak egy normális országban élünk, hogyha ezt megmerik tenni ezek az egyébként borzasztó kiszolgáltatott helyzetben lévő középiskolai tanárok. Álmos vagy, ez az egyik nagy kedvencem ebből a kötetből, nagyon sok mindenről lehetne beszélgetni ennek kapcsán. Egy kicsit a jövőbe tekint ez a történet, van egy író, akit arra kényszerítenek, hogy a nyilvánosság előtt... Igen, ez egy nagyon, nagyon jó történet. Az itt jelenlék ugye nem ismerik még ezt a történetet. Feliratkozókról van benne szó, egy íróról, akinek a nyilvánosság előtt kell álmodnia, és egy olyan világot fest fel,
ami mintha a jövőben játszódó, de közben nagyon is a jelenünkben vannak ezek a történetek, ahol számít a követők száma, számít az, hogy az ember jelen van-e a közösségi médiában, a TikTokon, és a mesterséges intelligencia azzal fenyeget, hogy történeteket kreál helyettünk, hogy írók, történetmesélők helyett. Felolvashatunk a történetből is egy pár sort, de mielőtt erre sor kerül, az lenne a kérdésem, hogy te mit gondolsz a mesterséges intelligencia belépéséről? Mit gondolsz a közösségi médiáról? Lehet-e értékes tartalmat közvetíteni mondjuk egy Instagram felületen? Nézd, ez egy bonyolult kérdés. Azt gondolom, hogy nemzedéki kérdés is, és nagyon erősen függ az írók személyiségétől. Tőlem meglehetősen távol áll mindenfajta közösségi média jelenlét, de elismerem ennek a létjogosultságát. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az irodalmi szövegek befogadása elmélyültséget és időt kíván. És egyre rövidebb időt szánunk a befogadásra, hogyha nem értünk valamit, vagy irritál bennünket, ez egy fontos dolog. Azt gondolom, hogy a jó irodalmi szövegéves megjegyzés valamilyen módon irritál vagy nyugtalanít. Ha irritál bennünket valami, hajlamosak vagyunk azonnal tovább lépni, és valami mást keresni, ami nem irritál, hanem megnyugtat. Vagy ha olyan hangulatunk van éppen, hogy fel akarunk bőszülni, akkor szintén a közösségi média felületeit használjuk az aktuális napi felbőszüléshez és ennek levezetéséhez, de hogy kifelejtjük az időfaktort ebből, márpedig elmélyültség, egyedüllét és rászánt idő nélkül nagyon nehéz befogadni mélyebb szövegeket. Hogy mit gondolok a mesterséges intelligenciáról? Azt gondolom, hogy nagyon sok hasznot hajthat, de ahogy minden technikai újításnak, ennek is megvannak az etikai oktatói és a veszélyei, és hogy soha nem fogja se zenében, se irodalomban, se képzőművészetben helyettesíteni az emberi alkotást, mert abban mindig benne van valamilyen rejtett módon az Isten újja. Tehát, hogy azt nem tudjuk helyettesíteni, és ha egy alkotó, legyen az képzőművész, író, zenész, táncművész, bármi, színész. Tehát, hogyha egy alkotó alázatlan műveli a saját szakmáján, akkor nyitottá válik a véletlenre is, és hogy az a pici véletlen a legizgalmasabb hozzanat minden alkotásban, amire maga az alkotó sem számít, hanem az alkotási folyamat alatt hirtelen megmutatkozik. És ezt soha nem fogja tudni a mesterséges intelligencia előállítani. Tehát ez a titok, ami minden művészet lényege. Ez a hozzáférhetetlen titok. És az ember ezt hajszolja, amikor ír. Ennek a titoknak próbál a nyomára jutni megszállottan, éjszakákon át vérasztva, és ezt nem lehet generálni, ezt a titkot, mert ehhez valahogy szükséges valami isteni jelenlét, amihez az én alázatom is kell. Ezt érzed akkor, amikor egy történet megszületik? Egyébként pont az Erkély novelláról szerettem volna beszélni, ahol beavatsz minket nagyon részletesen abba, hogy hogyan készül egy történet. Te érzed ezt az Isten ujját akkor, amikor megszületik egy történet? Tehát akkor, amikor abban a történetben, amit most fölvázoltál nekünk, hogy éjszaka és keresés valami éppen születik? Ha valamikor érzem, akkor vers írásnál szoktam érezni.
ahol nagyon nehezen kontrollálható az, hogy mi születik meg. És lehet persze viszonylag jó minőségű verseket generálni, de annyi jó vers van a világban, hogy jó minőségű verseket generálni szükségtelen, van már elég. Tehát, hogy csak olyan verseket érdemes megírni, amelyekben felfénylik a titok. És ez viszonylag ritka. És ott szoktam néha érezni, hogyha az ember elég szorgalmas és éveken át dolgozik, akkor néha sikerül fogjul ejteni ezt a titkót egy pillanatra, és rögzíteni a papíron. De tényleg ez nagyon nagy szerencse és szorgalom jutalma lehet csak, hogyha ez sikerül. Tehát én versnél néha szoktam ezt érezni. Tehát akkor az írók nem fognak változni, a történetek nem fognak változni. Nagyon jól esett ezt hallani egyébként, hogy a mesterséges intelligencia nem fog beleköpni ebbe a lezésbe. De vajon az olvasók, azok változnak-e az álmos vagy történetnek? Ugye pont az a vége. Egyébként egy néhány mondatot én ebből kivettem. Ebből is olvashatjuk szerintem, időben belefér. Szeretnék hallani? A csütörtöki feliratot. Jó, és akkor tudod követni. De akkor kinyitom az egészet, jó? Szerintem időben belefér. Olvassuk fel az egészet? Szerintem időben beleférünk. Akkor olvasd fel, te. Olvasd fel, te soha. Nem te. 80. oldal. Felolvasod esetleg? Boldogan. Köszönöm szépen. Álmos vagy? Kérdezte az írót a felesége. 10-re tervezték az álomvetítést. Nem örült volna, ha a férje már most 9 előtt elalszik, de a biztonság kedvéért beállította az álomszkennert. Elővette a pizsamát, amelyet nyilvános alváshoz használtak és megágyazott. Ügyelnie kellett a részletekre. A stylist figyelmeztette őket, hogy egy sötét színű, vagy netán pepamalatos ágynemű azért megosztó lehet. Olyan ágyban kell aludniuk, amely kifejezi a magyar többség alvási szokásait, mindazonáltal jelzi a külvilág felé, hogy az író nem közönséges ember, hanem művész, akit lakó környezetében is ugyanaz a visszafogott igényesség jellemez, mint az írásaiban. Mindezeket figyelembe véve egy geometrikus mintás ágynemű mellett döntöttek, szokatlan, smaragdzöld lepedővel. A zöld a természetességre utal, magyarázta a stylist, aki a feleségnek egy púder színű hálóinget javasolt, amelyet alul diszkrét csipke szegélyezett. A nyilvános alváshoz használt helyiséget bársonypárnákkal és családi fotókkal díszítették, az ágy elé pedig báránybőröket terítettek, jelzendő, hogy az erotikasan veszett ki teljesen az életükből. 4 hónappal ezelőtt csatlakoztak a Massachusetts Institute of Technology nemzetközi önkéntes programjához, amelyben nyilvánosan online streamelve lehetett álmodni. Az író sokat álmodott, és szerette az álmait. Korábban, amikor még dolgozott, használta is őket a novelláihoz. Az utóbbi években irodalmi műveket már egyáltalán nem írt. De az online tevékenység hozott annyi hasznot, hogy erre már nem is érzett késztetést. Most tényleg álmos volt. Szívesen leheveredett volna az igazi ágyában, a saját pizsamájában, de a felesége szigorú pillantásából megértette, hogy az alvás immár nem szabad tevékenység, hanem munka, amelynek elvégzésére szerződés kötelezi őket. Felöltötte hát az előgombos pizsamát, amilyet civilben sohasem viselt volna, mert hason aludt, és nyomták a kemény kis gombok. De ami a stylist szerint konzervatív megállapodottságot sugároz, aztán az ágy szélére csúsztatta a karját, hogy a felesége felcsatolhassa rá az érzékelő kesztyűt. 2 tappancsot a halántékára is ragasztott, innen a hipnagógia szakaszával elektródák közvetítették az agyában keletkező jeleket. Az első 2 hónapban, amikor több ezer önkéntessel együtt csak simán tesztelték a Gicsubon nevű szoftvert, a média visszhang nem váltotta be az előzetes reményeket. A követők száma alig pár ezerrel nőtt.
mivel az IMT oldalán számos nemzetközi híresség állhatott online, nehéz volt az embereket rávenni, hogy az írót a saját oldalán figyeljék élőben, amint alszik. Egy könyvkereskedelmi cég azonban, amelyik üzleti lehetőséget látott az álomszkennerben, megvásárolta a szoftver továbbfejlesztett változatát. Ez az új verzió már azt is lehetővé tette, hogy az olvasók ne csak kommenteljék az álomképeket, hanem egy admin és egy álomlaboros szakember segítségével módosíthassák is az álom folyamatot. Az interaktív álom bejelentése után rögtön másnap 24 ezeren iratkoztak fel, hogy befolyásolhassák az író álmait. A legtöbben azt szerették volna, ha erotikusakat álmodik. Főleg, mert az álom folyamatból nem lehetett kizárni az explicit pornográf tartalmakat sem. Az olvasók egy kisebb csoportja szívesen látott volna erőszakos jeleneteket is. Menekülést, üldözést, verekedést. Egy még ennél is kisebb, de azért nem elhanyagolható csoport, mint egy 3527 olvasó pedig ételeket és kisállatokat kívánt volna becsempészni az író álmára. Az álomstimulációra és ingerkeltésre a labor munkatársa többféle módszert alkalmazott. A hipnagógia szakaszában bizonyos szavakat játszott le az író füle mellett, miközben különféle illatokat permeteztek a légtérbe. Mindeközben az író feleségének alvást kellett szimulálnia, arcán a boldog házasokra jellemző harmóniával, féloldalt kissé ittvese felé fordulva a párnán. A csütörtöki feliratkozók száma rekordot döntött, mivel a meghirdetett indián nyár program szerint az író aznap éjjel szerelmeseket álmodott volna. A levegőt erdőillatú parfümmel fújták tele. Az író fülébe egy rejtett fülhallgatón keresztül szexuálisan ingerlő tartalmú üzeneteket suttogott egy női hang. A lepedőt pedig az iPad-ébe rejtett elektromos szálakkal rezegtették. A feliratkozók feszülten várták a kibontakozó jeleneteket. Éjfél körül az álomszkenner már határozott körvonalú képeket mutatott. Az író álmában felkelt, kigombolta a pizsamáját, és valamit megmarkolt. Sokan reménykedtek, hogy talán végre ölni fog, vagy valami erotikus játékra készül, de nem. Az asztalához ment, papírt vett elő. Mit művel? Háborogtak a nézők. Az államlaboros felelősítette a rejtett suttogást. Fél egykor még mindig nem történt semmi. A követők elégedetlenkedtek. Az író álmában félmeztelenül ült a saját igazi asztalánál, és írt. Méghozzá kézzel, hosszan, élvezettel, órákon át. De ezt már csak a legkitartóbb követők nézték élőben, mert valójában semmi érdekes nem volt. Az a jó, hogy mindig lesznek legkitartóbb követők. Én miközben olvasom is futkosodta álltam volna a hideg, egyrészt attól, amiben élünk, attól, amit látunk magunk körül, és közben az öröm meg a remény is itt van, vagy itt volt, remélem, hogy sikerült átadni valamit ebből, hogy legkitartóbb követők mindig lesznek, tehát az Isten újja, és a legkitartóbb követők találkozásából ilyen történetek és ilyen könyvek és kötetek születnek és születhetnek, úgyhogy ez egy optimista hang minden szörnyűség ellenére, amit én nagyon remélek, hogy az olvasók akkor, ha dedikálnak, vagy írnak, vagy találkoznak veled, akkor vissza fognak jelezni, és meg fogják köszönni a nevettetést, a nevetést, és ezt a fényt, amit azért lehet ott látni.
Rejtélyes történetek is vannak ebben a kötetben, és van egy olyan történet, amire én nem jöttem rá, és azóta is dolgozik bennem, munkálkodik bennem, és én vállalom a felelősségét annak, hogy én valamit nem értek jól, de a Selejt című történet, amit ugye az itt jelenlévők még nem ismerhetnek, de képzeljük el, hogy én amikor megkaptam a kéziratot, igen, nehéz úgy beszélni, hogy nem ismerik, de hogy van benne egy rejtélyes szál, elolvastam, többször elolvastam, könyvvel olvastam, és én mindig nem tudom, hogy miért van beharva a párhuzat. És aznak gondoltam, hogy ha nekem jutott ez a megtisztelő lehetőség, hogy kérdezhetek és bemutathatjuk ezt a könyvet, akkor én mint olvasó szeretném ezt megkérdezni, mint aki ott áll és mondjuk dedikáltatja ezt a könyvet, és azt mondja, hogy én nem jöttem rá a megoldásra, és aztán sok mindenre gondoltam, hogy a Selejt azt jelenti, hogy azt is szeretni kell, ami, tehát hogy nagyon sok irányba elindultam, mint ahogyan a narrátor is nagyon sok irányba elindul, hogy mi lehetett, amit akart a lány üzenni ezzel az ajándékkal. Egy szerelmes fiú a beszélő ebben a történetben, az egyeszem első személyvel beszélő, aki beleszeret egy stylist lányba, akinek az a feladata, hogy a fotózásokhoz beszerezze a kellékeket egy lopnál. És rajongó plátói szerelemmel fordul e felé a lány felé, és hetekig gondolkodik, hogy milyen ajándékkal lehetne meglepni, és amikor meglepi, akkor a lány is ad neki egy ajándékot, méghozzá egy olyan párnahúzatot, ami mind a négy oldalán le van varva, tehát nem lehet párnát rakni bele. És akkor a fiú hetekig gondolkodik, hogy mi az üzenet ennek a párnahúzatnak. Semmi. Tehát az üzenete, hogy ő is akart valamit adni, és a leghasználhatatlanabb tárgyat, ami a kezelőjébe került, azt odaadta ennek a szegény fiúnak. Valami olyasmiről akartam beszélni ebben a történetben, hogy gyakran összefutunk titokzatosnak tűnő emberekkel. Mindjárt ismerünk olyan férfiakat és nőket, akik nem keveset beszélnek. Férfiaknál van ez az állva kargatós western figura, aki nem szólal meg társaságban, csak olyan sokat mondóan hallgat. A nőknél meg van a démonian néző hallgató, aki ül a társaságban, és nagyon nagy titkokat sejtünk mögötte. Általában a rohadt nagy üresség van mögött, tehát semmiféle titok nem rejtőzik, de mindnyájan imádjuk ezeket a figurákat, mert nagyon nagy teret adnak a képzeletnek, tehát mindenfélét mögéjük tudunk gondolni, az álmokhallgatós, western hős mögé is, és a némani, a néző nő mögé is. Általában nincs titok. És ez a fiú, ez felületet talál a saját projekciójához, és ott van ez a fiatal nő, akivel egy épületben dolgozik, és az összes vágyát belevetíti, miközben lehetnének valódi tartalmas párkapcsolatai is, de ő ez iránt a nő iránt érez csak igazi vágyot, és valahogy egy idő után a nő zavarba van a rajongásnak ettől a hőfokától, és úgy érzi, hogy valamivel talán viszonozni kellene, és a kellékek közül kiválasztja ezt a totál használhatatlan párnahúzatot, amiben nem lehet párnát rakni, és odaadja, és ez a szegény fiú meg hónapokig azon gondolkodik, hogy mi lehet ennek az üzenetnek az értéke, vagy az értelme. És hogy én tulajdonképpen valamit erről szerettem volna mondani, hogy a fél életünket azzal töltjük, hogy rájöjjünk, hogy miféle titok rejtőzik ezek mögött a nagyon érdekes, különös, titokzatos emberek mögött, és aztán egyszer csak
rádöbb bennünk, hogy tulajdonképpen semmik van. Tehát, hogy ezek szerepek, és viszonylag egyszerű emberek között ezt a szerepet eljátszani, és minél kevesebb információt ad valaki magáról, annál nagyobb felületet ad annak, hogy mindenfélét rávetítsünk, vagy mögé képzeljünk, ami valójában nincs is ott. Nem tudom, ez mennyire érthető. Abszolút értem, és az üzenetet is vettem, amit nekem ebből le kell vonni. Egyébként az önazonos életre biztatod az olvasót, az Alkonyat Hiteles Árnyalatta, a másik nagy kedvencem, mert van egy műanyag fedél, amivel ugye a nagymamák, anyukák, férjek, feleségek kinek ki ételeket csomagol, és ez átlényegű, gyönyörű, megható, katartikus történetté. Én ebből is kiírtam egy mondatot, amihez van egy kérdésem. A fedelek egy idő után elvesznek, olyan a házasságok is tönkre mennek, hogy mikor az csak idő kérdése. Minden doboz elveszíti a tetejét, és minden házasság elkopik. Még azoké is, akik rég összedőlt szerelmük romjait ünneplik mosolyogva az aranylakodalmukon. Miért nem nézünk szembe sokszor azzal, hogy valamit el kell engedni, és törekszünk arra az önazonos életre, amiben most már tudom, hogy a sebetben is arról van, hogy ne herbáljuk el az időt akkor, amikor valami nem működik. Ez miért olyan nehéz vajon mindannyiunknak, vagy sokunknak? Tehát miért maradunk benne mindig a biztonságosban? Hát egyrészt félelemből, mert soha nem lehet tudni, hogy aztán mi jön. Másrészt nagyon erősek a társadalmi konvenciók és az elvárások. Tehát, hogy mit szól a család, mit fog szólni a nagymama, a szomszédok. És sokan még a rosszból sem lépnek ki bizonytalanságban, mert nem lehet tudni, hogy utána mi következik. A rosszban már mégiscsak tudnak valamennyire tájékozódni. Az ismeretlen meg mindig félelmetes. És ezért inkább azt az egyszem életüket is megnyomorítják évtizedekre. És ez nekem mindig olyan szomorú, amikor ezt látom. Tehát mondok egy példát erre. Valakitől hallottam egy történet, ez csak most jutott eszembe, hogy valaki mesélte, hogy az anya és az apja évtizedekig nem tud aludni, mert hogy egy matrac volt a francia ágyban, és az apukája az egy nagy darab ember volt, az anyukája meg egy kicsit törékeny asszony, és az apukája hánykolódott álmában, és ettől az anyukája mint ilyen trambulinon röpködött a másik oldalon, és ezt mindig elmondta minden családi összejövetelen, hogy hát ez milyen borzasztó, hogy apátok mellett nem lehet aludni, de az eszükben nem jutott, hogy ezt a rohadt matracot kicseréljék két darab matracra, pedig azért az egy járható dolog, de hogy ez már valahogy a tabu kategória volt, és azt szerette volna a külvilág felé, hogy valami baj van a házassággal, úgyhogy nem cseréltük ki a matracot, és úgy voltak meg, hogy a mama nem tudta aludni, mondjuk 50 évig. És hogy ezt azért így csináljuk, nem? Tehát, hogy ezt azért így nyomjuk ezt a műsort, és senki nem mondja a másiknak se, hogy figyelj, cseréljétek már ezt a kurva matracot tényleg. Tehát, hogy nekem ez mindig olyan érdekes, hogy hol kezdődik a tabu, tehát hogy hol ciki, hol kezdődik a ciki, tehát hogy ciki a nászútról lejönni, ciki, akkor még egy kicsit benne maradunk a házasságban. Ciki egy év után elválni, ciki. Egy kicsi a gyerek, ciki elválni, akkor még egy kicsit maradunk, és aztán eltelik így egy fél élet. És hát azért ez nem egy gazdaságos működés, azt hiszem, de hogy tényleg nagyon erős a társadalmi nyomás erre. Nekem persze megéri, mert itt vannak a történetek a matracnál, tehát hogy én örülök neki, persze, mert én meg tudom írni, de közben meg
közben meg azért rámegy a fél életünk. Bátrabb lesz az ember, ha olvassa ezt a könyvet. Köszönöm szépen, hogy elkészült, azt hiszem, hogy az itt jelen lévőkkel együtt. És arra biztatom a közönséget, az olvasókat, hogy a jót is jelezzék vissza, amit a dedikáltatnak. Itt egyébként az egész életmű kapható kedvezménnyel. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, még szeretném megmutatni a Péter ajándékát. Nem beszéltünk össze, és nem tudta, hogy kékben leszek, de a könyvemutatóra hozott nekem egy legyezőt. A Maldív szigetekről érkezett egyébként, mert én azt gondoltam, hogy meleg lesz, én nem tudtam, hogy milyen hőmérséklet uralkodik itt a fugában, úgyhogy ez azért van, hogyha esetleg megsülünk, megfülünk, akkor fel lehessen frissíteni magunkat ezzel a legyezővel, ugye neked magad ezzel a legyezővel, hogy a történetek közül is vannak kifejezetten frissítő történetek, amikor az ember például fölnevet. Úgyhogy fogadják szeretettel, olvassák sokat, és legyen olyan nagy kedvencük, mint a korábbi Tóth Krisztina kötete, olyan. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!